Félmillió modik látogatóját köszöntötte a Nyíregyházi Állatpark szeptember 20-án, így a 2019-es már a harmadik év, amikor elérték az 500 ezres vendégszámot, a fejlesztések folytatódnak, még egy nagy attrakcióra készül a sóstózó. Ma Európa egyik legjobb állatkertjét Kelet-Magyarországon találjuk. A Nyíregyházi Állatpark az elmúlt évek munkájának és fejlesztéseinek köszönhetően kiérdemelte ezt a címet. Az Európai Állatkerti Szövetség tagja, ez pedig egy olyan rangot jelent, ami már kiemeli az átlagos állatkertek közül. A Nyíregyházi Állatpark 1996. szeptemberében nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, a város központtól mindössze 5 kilométerre, a Sóstói üdülőövezetben. Elődje a Sóstói Vadaspark volt, amely akkoriban mindössze 100 jellemzően hazai állatot mutatott be. A számtalan fejlesztésnek és bővítésnek köszönhetően ma már 500 faj több mint 5000 egyede él itt. Az állatparknak természetes környezetben egy gyertű ad otthont, a Nyíregyházi Park Magyarország második legnagyobb állatbemutatója, a vidékiek között pedig az első. Itt van például a legtöbb medvefaj és a legnagyobb papagájgyűjtemény is. Összesen mintegy húsz olyan állattal is találkozhatnak a látogatók, amelyek hazánkban csak Nyíregyházán élnek. Többek között ilyen az afrikai elefánt, az indiai orszarú és a bordeói orángután, de ezeken túl több tengeri faj is ide tartozik. Az egyediségnek is köszönhetően van számos visszatérő látogatója az állatparknak. Gajdos László, az állatpark igazgatója a vendégem. Jó estét kívánok, köszöntelek, Laci. Kezdi csókolom, Mit jelent ez az 500 ezres látogatószám? Mondhatjuk, hogy ez egy lélektani határ? É, én azon gondolkodtam, hogy valamikor 97 tavaszán, ugye 96 őszén neveztek ki engem, akkor még úgy hívták ezt, hogy Sósta Erdei Szabadidőpark, ezt az intézményt. És 97 tavaszán meglátogatott minket egy holland küldöttség állatkerti szakemberből állt, még hát semmi nem volt, és ugye én csak azt tudtam, állatkertet nem tudtam nekik mutatni, de el tudtam mondani, hogy, hogy miről álmodok, tényleg álomnak tűnt, mert pénz sem volt, csak lehetőség. A lehetőség az volt is, mint kiderült, az sokat jelent. És akkor azt mondták, hogy vajon mennyi látogató fog érkezni, hogyha ezt mind megvalósítjuk. És akkor én nagyon szemtelenül, bátran, 31 nány évesen mondtam, hogy 500 ezer. És aztán én ezzel nem is foglalkoztam, én a 300 ezer látogatóra hajtottam, és úgy gondoltam, hogy az egy nagy dolog már. Tényleg nagy dolog is volt, gyakorlatilag két év alatt elértük. 2000-ben már 300 ezer látogatót fogadott az állatpark, és úgy gondoltam, hogy az, az egy 100 000 vidéki városba, ahol jellemzően egyébként a vidéki állatkertek nagyjából annyi látogatót fogadnak, javarészt a mekkora város lakosság, és az már elégedettek. Na mi ezt megháromszoroztuk. És hát most meg evés közben jön meg az étvágy. 2010 végén elértük az 500 ezer látogatót. Tavaly már 550 ezer látogató volt. Idén egy hónappal előbb elértük az 500 ezer látogatót, mint tavaly, amikor végül 550 ezer látogatónk volt. Úgyhogy most meg úgy vagyunk vele, hogy, hogy szép volt, jó volt, és ez egy nagy dolog, hogy az 500 ezeres létszámot elértük, és ez nagyon fontos. Többek között azért, mert ez garantálja az állat Kert működését, a fenntartását, a szakmai fejlesztését, és ez annak köszönhető, hogy van félmillió látogató, bármilyen furcsa is. A piacról élünk, és a, a, a vendégek szavaznak azzal, hogy eljönnek hozzánk, ők tartják el a, a parkot. Nyilván a fejlesztések nem mennének a város segítsége, illetve a kormányzati pénzek, meg uniós pénzek nélkül, de hát fenntartás is nagyon fontos. Szóval ez az 500 ezeres kategória azért is érdekes, mert ugye van egy ilyen minősítési rendszer, amiben mi kétszer Európa legjobb állatkertje lettünk, az 500 ezres küszöbig, ha úgy tetszik. És ez most és azt jelenti, hogy más kategóriában és a következő kell most már tart. Tehát kicsivel 500 ezer fölött nem nagyon rugunk labdába ebbe a kategóriából, nagy gazdag állatkertek vannak, többek között azért, mert kétszer annyi látogatót fogadnak, mint mi mondjuk, kétszer annyi pénzük ja, több van, ebben, és hát több pénzből azért komolyabb állatkertet lehet csinálni. Szóval a cél az, hogy el kell érni legalább a 7-800 ezres látogató létszámot, ami persze nem egyszerű, pláne meg nem egy 120 ezres városban, de én úgy gondolom, hogy a célokat ki kell tűzni, ezt tűztük ki magunk elé. És az az igazság, hogy a Modern Városok Program keretében Ugye a polgármesterről áírt a miniszterelnök úrral egy szerződést, aminek része volt az is, hogy a Nyíregyházi állatpark majd 7 milliárdos fejlesztési csomagot kap, és ebből most hátra van a nem sokára induló Indiaház projekt, <kül> ha minden igaz, novemberben elkezdődik az építkezés, és utána meg a nagy terv, ami jövő tavasszal remélem szintén elkezdődik, a jégkorszak. Interaktív állatbemutató, tehát ha ezek megvalósulnak, akkor azért nem irreális az a létszámnövekedés, amire én titkon számítok, hogy legalább 700 ezerig elmegyünk, mert olyan különleges élményt fogunk kínálni, amit Európában nem látnak máshol az emberek. És reméljük, hogy igény lesz rá. Azért én úgy látom, hogy az álmok nem fogynak, valósulnak, de mindig termelődik új. Két kérdés merül fel bennem. Nem fogja -e kinőni az állatpark a saját területét, hiszen éppen ez az egyik legnagyobb vonzerő hogy az állatok olyan környezetben élnek, léteznek, ami majd, hogy nem a természetes közegük, szellős, tágas helyeken. Ez az egyik kérdés, és majd mondom a másikra. Az az igazság, hogy mi erre figyelünk, nem nagyon van lehetőségünk már tovább terjeszkedni. Úgyhogy úgy bővítünk, vagy úgy újítunk meg dolgokat, hogy, hogy lebontjuk bármilyen furcsa, több mint két évtizedes már az állatpark. Tehát vannak el, amit 20 évvel ezelőtt építettünk épületeket, azok már elavultak, nem korszerűek. Tehát ezeket lebontjuk, és ezek helyére épül most korszerű állatbemutató. Például a jégkorszak is nem hódít el új területeket az erdőtől, hanem a mostani sarkvidék bemutató kicsit kérdezően. elavult épületei uh -huh. helyére épülnek újak, és megyünk a föld alá, megyünk magasan a föld fölé, úgyhogy így oldjuk meg, hogy, hogy látványos is legyen, az állatok is jól érezzék magukat, illetve a vendégek is elférjenek. A másik kérdés, kezelhető-e ez a látogató tömeg, és különösen nyárra koncentrálódik ennek a nagy Ez tészen. azért érdekes, mert és akik ott érnek Sóston, tudják, hogy néha a fák tetején is van autó. És én megértem a Sóston élőket, hogy nem mindig örülnek ennek, de hát végül is Sóston csak egy idegenforgalmi övezet, Sóston mégiscsak a város lelke idegenforgalmi szempontból, és, és hát el kell viselni, hogy az idegenforgalom az mindig nyára koncentrálódik. Van 10-15 nap, sajnos nem több, mondom én, hogy sajnos nem több, amikor az a bizonyos zsúfoltság érezhető a parkolóban, és parkolási gondok vannak. Tehát a 365 napból 15 ilyen extra nap van. Én örülnék, ha lenne 30, de ennyi van. Akkor, akkor bizony nagyon nehéz kezelni a létszámot, mert akkor akkor ö, ugye minden hely kevés. De ugye egyébként meg szépen eloszlik. Én nem is a sóstóiak miatt aggódom, én is ott lakom, tehát én büszke vagyok az állatparkra, és nem ez a gond, hanem hogy nem lesz-e olyan mérték közöttő, meg ami magukat, a látogatókat fogja esetleg nyomasztani. Kapnak-e olyan kiszolgálást, kapnak-e olyan szolgáltatásokat, ami az ő komfortérzetüket biztosítja, nehogy Isten azért, hogy ne egy nap alatt rohanják körbe, a, a parkot, hanem tudjanak rászánni több időt. Azért mi rákészülünk ezekre a fejlesztésekre. A, a, tavalyi évben elkészült az új főbejárat, ami, ami nagyon gyorsá, praktikusá teszi a beléptetést. Megújultak, megszélesedtek a parkutjai, hogy jól elférjenek az emberek, illetve elkészült egy második bejárat is, tehát hogyha nagy tömeget kell beengednünk, akkor a Kemecei út felőli bejáraton is, ami most már idéntől üzemel, a kettes bejáratunk is, ezt meg tudjuk tenni, illetve lehet ott is távozni, mert ugye nagy napokon a Kemecei út két oldalánál is parkolnak, akkor nem kell körbejönni, hanem ott be lehet jönni, és igyekszünk tereket, közösségi helységeket kialakítani, illetve egy, egy, másik projekt keretén belül, amit a fürdő koordinál, további parkolók fognak, nem sok, de, de azért minden parkoló számít, néhány parkoló fog épülni, Mire ez a jégkorszak beindul, és jöhetnek a vendégek. És már hát beindult egy szálloda is. Persze. és Igen, és a part túloldalán egyébként pedig ott a Hotel Panga, aminek ez az első üzletéve is. Hát el neki bájuk, de úgy tűnik, hogy igen, sikeresen veszi az első teljes évét a hotelpangját. Most is telt ház van például, pedig vesik az eső, és szeptember hétfői napja van, tehát nem csak nyáron, és nem csak hétvégén, ennek nagyon örülünk. És hát az állatparkban esőben is van mit nézni. Igen. Gajdos László, nagyon szépen köszönjük, hogy befáradt, befáradtál, és további sikereket kívánunk, gratulálunk. Köszönjük szépen.